Most pedig következzen egy japán szakmai és kulturális utazás összefoglalója. És a Shin Kyokushin Karate Világbajnokság Tokióból. A Full Contact Media Team és a Stabilitás Sport Promotion csapata részt vett Japánban egy komplex sport és kulturális programon, ahol felvételek és riportok készültek Japán meghatározó tradicionális helyszínein, nagyvárosaiban, Kyotóban, Oszakában, Narában, Tokióban, Asakusában, Kamakurában és Yokohamában a keleti kultúráról, illetve harcművészeti vonatkozásban az oszakai és a tokiói központi edzőteremben Shin Kyokushin karate edzéseken Oszakában megtisztelték a híres K1 fighter Andy Hug síremlékét is. A program csúcsa pedig a 12. Shin Kyokushin Karate Világbajnokság volt Tokióban. A Shin Kyokushin Karate alapgyakorlatai, technikáit és kumitét oktatunk gyermekeknek, magyarázza az edző, úgy, hogy a karate a fejlődésüket szolgálja. Felnőtteknek is tartunk edzéseket, olyan versenyzőknek, akik a japán bajnokságon indulnak, de szenioroknak is tartunk tréninget. Shihan Naito mester vezetésével egy igazi tradicionális edzésen vettek részt, látványos bemutatókkal és küzdelmekkel fűszerezve, ahol a japán szellemi értékek is bemutatásra kerültek a karate által. Osaka után Kanto tartományban Kamakura, Yokohama és Tokió következett, ahol a tradicionális japán látnivalók forgatása után megtisztelték Sosai Masutatsu Oyama, a Kyokushin karata megalapítójának síremlékét, budóboltokat, és megnézték a híres asakusai és más tokiói szentélyeket is. Majd a WKO Shin Kyokushin Karate Világszervezet központi edzőtermében tréningek is voltak. Itt megszólaltattuk Kiyu Kato Somhombu edzőt. Én Kanagawa prefektúrából származom. Ott még középiskolás koromban egy barátom hatására ismerkedtem meg a karatéval. 7 évvel ezelőtt kerestek meg azzal, hogy a központi edzőteremben tartsak edzéseket. Azóta ezekkel a tanítványokkal foglalkozom. Japánban a tradíció már gyermekkorban elkezdődik. Egy versenyzői tréningbe tekinthetünk bele, ahol a gyermekversenyzők a felnőttek szintjén edzenek. Küzdenek látványos kéz- és lábtechnikai elemekkel fűszerezve. A világbajnokság központi szállodája a patinás Tokyo Dome Hotelben volt. Itt volt a regisztráció, az orvosi vizsgálat, és másnap megkezdődött a világbajnokság. A 12. Shin Kyokushin VB tehát a Musashino Forest Plaza sportcsarnokban került megrendezésre. Rengeteg legendával, mint Shihan Kenji Midori WKO elnök, Shihan Kun Scharenberg Eko elnök, Shihan Keiji Sanpei, Shihan Howard Collins, Shihan Brian Fitkin, illetve Shihan Furkó Kálmán és Shihan Mészáros Attila, akik a magyar Kyo megalapítói. A résztvevők közül több olyan prominens régi és új versenyző is indult a VB-n, mint Yuji Shimamoto, Iriki Kembu, Maciej Mazur, Valeri Dimitrov, vagy a többszörös VB induló dán Brian Jakobsen, a nőknél Yuri Minamihara, Inga Mikstajtje, Irina Valieva. Nagyszerű volt a VB első napja, magyarázza Kun Scharenberg. Kiváló küzdelmek és tanulságok, de holnap is nagy csatákat várok. A japánokon túl a magyarok, a litvánok, az ukránok és az oroszok is nagyon kemények, ők is képesek a győzelem kivívására. Természetesen a magyar versenyzők is részt vettek a VB-n, ahol az abszolút kategóriás egyenes kieséses rendszerű küzdelmekben a 200 fős mezőnyből Mező Lili, Dávid András és Dávid Máté a legjobb 32 közé került. Gratulálunk! A VB programjában látványos bemutatókat is láthatunk, amelynek végén megszólaltattuk a bemutató csapat vezetőjét, a legendás mestert, Shihan Hiroshi Nanrit is, aki Oyama mester személyes tanítványa volt egykoron. Shihan Nanri elmondta, hogy először az Aikidóval ismerkedett meg, majd az akkori mestere mesélt neki Masutatsu Oyamáról, és ajánlotta neki a Kyokushint. Ennek hatására kereste fel Oyama mestert edzőtermében, Ikebukuroban, és kezdte el a karatét.
Következtek az elődöntők elsőként Yuri Minamihara. A japán és az orosz Irina Valjeva közötti mérkőzésen a japán jutott tovább, majd a másik elődöntőben a litván Inga Mikstaitė jutott tovább a japán Yui Kikukawával szemben. A férfiaknál a lengyel Maciej Mazur küzdött a bolgár Dimitrovval, ahonnan a lengyel fiú jutott a döntőbe. Majd két japán, Shimamoto és Kato küzdött a másik ágon a döntőbe jutásért, itt Shimamoto volt a szerencsésebb. A korábbi világbajnok, most WKO elnök Shihan Kenji Midori elmondta, hogy 101 országból történt válogatás, ebből végül 71 ország 204 versenyzője jutott ki a VB-re. A full kontakt karatésok számára ezen a VB-n való részvétel a legfőbb cél a versenyzői pályafutásuk alatt, ez tehát a csúcs ebben a sportágban. A női abszolút kategória döntőjében Minamihara és a többszörös Európa-bajnok Mikstaitė mérkőzésén végül a japán került ki győztesen. Harmadik az olasz Valjeva, negyedik a japán Kikukawa. A világbajnok tehát Yuri Minamihara Japánból. A férfi döntőt a világ és japán bajnok Yuri Shimamoto és a másik nagy esélyes lengyel Maciej Mazur vívták. Kettőjük óriási küzdelméből a japán Shimamotót hozták ki győztesnek a bírók. Ebben a kategóriában a japán Daiki Kato lett a harmadik, és a korábbi 19-szeres Európa-bajnok bolgár Valeri Dimitrov a negyedik. Gratulálunk a résztvevőknek! A verseny követően a résztvevők egy nagyon jó hangulatú Sayonara partin vezették le a többnapos esemény fáradalmait a Tokyo Dome Hotelben. A verseny után kulturális programok is voltak, Japán tradicionális értékei közé tartoznak az építészeti műalkotások. A japán konyha a virágkötészet mesterművein túl a társadalom számára hasznos viselkedési szokások, melynek rohanó világunkban jól adaptálható értékek Európában is, elsősorban az udvariasság, a tisztelet, a fegyelem, de a japánra oly jellemző szorgalom, kitartás, töretlen hit, munkakedv, a fel nem adás elvei, vagy ahogy szokták mondani, a japán szellemiség, amely a vesztes háború után a világ egyik vezető gazdasági és szellemi tényezőjévé tette ezt a távol-keleti országot. Ezekkel a képekkel búcsúzunk Japánból, a szünet után jövünk vissza.